A szolnoki törvényszék másodfokú ítéletével jogerősen lezárult annak a 27 éves, büntetett előéletű fiatalembernek a büntetőügye, aki 2021. március 24-én néhány perccel este 7 óra után kirabolt egy járássegítő bottal közlekedő idős embert Jászapátin. A vádlott éppen a Jászkapitány utcán kerékpározott, amikor felfigyelt az előtte sétáló férfira, mellé gurult, és olyan erővel tépte ki a kezéből a szatyrát, hogy a férfi a földre zuhant, majd a bevásárlótáskával, benne a sértett személyigazolványával, adó, TB-kártyájával, szemüvegével, újságjával és jegyzetfüzetével elhajtott. Áldozata 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. Mindössze 9700 forintot zsákmányolt, 2 nappal később őrizetbe vették, majd letartóztatták. Az ügyben 2021. november 19-én emelt vádat a Jászberényi járásügyészség. A Jászberényi járás bíróság 3 tárgyalást tartott, majd az utolsón 2022. december 5-én ítéletet hozott. A férfit rablás büntette miatt, mint különös visszaesőt, 4 év és 10 hónap börtönre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor egy korábbi elítélés próbaideje alatt állt, ezért a járásbíróság elrendelte a vele szemben korábban lopásvétsége miatt kiszabott 9 hónap fogház végrehajtását is. Az ügyészség a vádlott terhére súlyosítás érdekében jelentett be fellebbezést, míg a vádlott és védője eltérő jogi minősítés, illetőleg a kiszabott büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol a napokban jogerősen befejeződött. Az ügyészség fellebbezése eredményre vezetett. Másodfokú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét aként változtatta meg, hogy a vádlottat a rablás büntette mellett a sértett igazolványának eltulajdonítása miatt, mint visszaesőt, közokirattal visszaélés vétségében is bűnösnek mondta ki, és a börtönbüntetése, valamint a közügyektől eltiltása tartamát egységesen 6-6 évre súlyosbította.